Nagymamám 60-i, sokat jártam arra felé, és 60-hoz nagyon közel van Tura település. Tura település pedig igazából tényleg egy egyszerű kis alföldi település, semmi extra nincs ott, egészen addig, ameddig az ember meg nem látja a Schlossberger kastélyt. A Schlossbergerek ugyanis ott éltek azon a környéken, és építettek ott egy varázslatos kastélyt Ybl Miklós tervei alapján még a 19. század végén. És amikor én gyerekkoromban mindig arrafelé jártam, néztem ki az ablakból, hogy vajon ez itt mi lehet, meg miért ilyen elhagyatott, én nekem nem titkolt vágyam volt az, hogy bejuthassak végre ebbe a kastélyba, és megnézhessem, hogy hogyan is néz ki belülről, meg mi is van bent. És akkor aztán szépen így elkezdtem érdeklődni, hogy igazából mi van ezzel a családdal, miért nem újítják föl, miért nem követelik vissza ezt a kastélyt, vagy miért nem szeretnék újra élővé tenni Turát és a turai Schlossberger kastélyt. És akkor aztán kinyílt előttem egy könyv, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy kik is ezek a Schlossbergerek. Elég érdekes család, egy viszonylag nagy családról van szó. És aztán Turától nem is olyan messze ott van Aszódon a Schlossberger mauzóleum, amit szintén úgy éreztem, hogy ezt meg kell nézni. És egyszer lementünk meglátogatni nagymamámat. Édesanyámmal ketten ültünk a kocsiban, elmentünk 60-ba, 60-ból pedig visszafelé. Jöttünk le a domboldalon, pont ilyen naplemente volt, tényleg egy ilyen filmbe illő jelenet, egy ilyen klisé. És egyszerűen ott volt ez a mauzóleum szembe velem, szembe a domboldalon, és mondta anyukámnak, hogy hát menjünk már föl, nézzük már meg. Fogalmam sem volt, hogy kell fölmenni erre a helyre. És igazából tényleg az történt, hogy ültem a kocsiban, kis utcákon kanyarogtunk, keresztül mentünk lakóparkokon, keresztül mentünk mindenféle épületek között, és egyszer csak így kanyargunk a házak között, a legutolsó ház mellett egy kis földút vezetett be valamerre, fogalmam sem volt, hogy merre, és valamiért az ember legbelül azt érezte, hogy menjünk tovább ezen az úton, valamiért ez az út, ez vezet valahova. És tényleg bekanyarodtunk, és ilyen nagyon furcsa volt azt átélni, és nagyon furcsa volt azt átérezni, hogy ahogy bekanyarodtunk, egy új építésű ház mögött egyszer csak ott volt a Schlossberger mauzóleum. És tényleg egy nagyon, nagyon furcsa és egy nagyon jó érzés fogta el az embert. És akkor szépen visszaszálltunk a kocsiba, elindultunk vissza Budapestre, és amikor visszaérkeztem, egyszerűen a kezembe került egy családi utónévkönyv. És lapozgatom, hogy nyilván az ember megnézi a sajátját, szerintem mindenki a sajátját nézi meg legelőször. Oda lapoztam, sipos, de nagyon sok sipost nem siposként anyakönyveztek mondjuk 100 évvel ezelőtt, hanem más néven. És akkor szépen elkezdtem olvasgatni, és legnagyobb meglepetésemre ott találtam a Schlossbergereket is, és a Schlossbergerek is siposok lettek. Úgy érzem, hogy valamilyen szinten valami összeköt minket. Úgyhogy nekem például ez a turai Schlossberger kastély, illetve az aszódi mauzóleum, az továbbra is a kedvenc helyeim egyik helyét Magyarországon.